Elmondták, hogy miért jó technikusnak lemenni, és miért jó gimnáziumba menni. Sokkal több információt kaptam, mert csak annyit tudtam, hogy pár szak van, de közben sokkal többet megismertem róla, hogy például informatikában mik vannak, és hogy két szakot is lehet válaszolni, hogy informatika és angol például. Én Bonyhádra szeretnék menni, és ott sok információt megtudhattam. 20 éve szerveződik minden esztendőben a továbbtanulást segítő kiállítás. A Tolna megyei kormányhivatal szervezésében zajló 4 napos programra az ország felső és a megye középiskolái hozták el ajánlataikat. Az érettségi utáni képzés napján 39 kiállító jelent meg, és ebből 14 volt egyetem vagy főiskola, mely kiemelkedő az ország hasonló rendezvényei közül. A továbbtanulásra szándékozó diákoknak ezen kívül csak Budapesten van módjuk ilyen nagyszámú képző, illetve felsőoktatási intézménnyel találkozni. Fontosabb tartjuk, hogy az idei látogató diákok olyan információkhoz jussanak, amelyek ismeretében jobb, megalapozottabb döntést hozhatnak, majd pályaválasztásukkal kapcsolatban. Szabó István államtitkár azt is kiemelte, az életen át tartó tanulás, ha lehet, minden eddigénél fontosabbá vált. Ez valóban sajátos, hogy itt Szekszárdon olyan szintű rendezvénnyel találkoztam, ami valóban pályát titkítja. Én nagyon örülök, hogy a megyében ilyen elkötelezetten fölvállalták ennek a rendezvénynek a szervezését és lefolytatását, ilyen 20. alkalommal. Horváth Kálmán kormányi megbízott arról szólt, fontos kihívás ez a szervezőknek és az oktatást résztvevőinek egyaránt. Nyilván a piacon egy elég komoly versenyhelyzet van. Azt tudjuk, hogy internettől kezdve a mai világban sok minden eszközön lehet tájékozódni, de a személyes jelenlétén azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon számít. A Jövőnk Záloga pályaválasztási kiállítás szombatig várja az érdeklődő továbbtanulókat és szüleiket.